Nézzük akkor, hogy miről is szól a családállítás, és hogyan áll a betegség és egészség témaköréhez, hiszen a sorozatnak az első része fejest ugrik a sűrűjébe azzal, hogy az egyik főbb szereplő rákos. Én azért itt hozzátenném már, hogy nem, tehát hogy a film szerint, jó, mert hogy nem minden rákos betegség mögött ilyen típusú traumatizáció van, és nem minden ilyen traumatizáció vezet automatikusan rákos megbetegedéshez. Ugye hozzám is, hogyha jönnek válfájdalommal, mert én masszőr is vagyok, ugye, hogyha hozzám is jönnek válfájdalommal, és valaki azt mondja, hogy fú, Bogi, fáj a vállam, vagy azt mondja, hogy fú, Bogi, fáj a vállam, vagy azt mondja, hogy fú, Bogi, fáj a vállam, akkor ugyanazt mondja, hogy fáj a válla, de én nem mindegyiknél ugyanazt a kezelést fogom csinálni, mert aki ezt mutatja, annak nagy valószínűséggel ízületi problémája van. Aki ezt mutatja, nagy valószínűséggel az izomzattal kell a váll körül foglalkoznom. Sőt, mondok egy kacifántosabbat, hogy például jobb vállasoknál, hogyha már sok helyen voltak, és sok mindent kipróbáltak, de még mindig nincs egy tartós javulás, ott meg szoktam kérdezni, hogy nem volt-e valami nagyobb antibiotikumos kóra, vagy nem volt-e valamilyen fertőzés, ugyanis nagyon sokszor belszervről, például jobb válaszok esetében májról is fájhat a válluk. Nem akarok erről hosszabban beszélni, de hogy nagyon sokszor valamilyen belszervi probléma okozhat mozgásszervi tünet együttest. Tehát ugyanígy van a családállítással és a lélekvilágával is, hogy ugyanazt a tünetet számos más dolog okozhatja, illetve egy dolog különböző tüneteket okozhat. És ugye pont erről szól a családállítás, hogy keressük már azt meg, hogy a te tüneted mögött, és ugye ez a tünet ez lehet például a betegség, vagy ugye a film zseniálisan indít, mert az egyik főbb szereplőnek, ugye három barátnőről szól, az ő történetüket járjuk körbe, hogy az egyik szereplő az rákos, tehát hogy neki az egészség, az egészség és betegség az, ami őt legjobban foglalkoztatja. A másikuk az szeretne külföldön dolgozni, egy sikeres doktornő, ugye ő itt az anyagiak és a munkakarrier kérdés kapcsán mutatkozik be, és a harmadik szereplő a Leila, ő neki pedig tulajdonképpen testképével van probléma, nagyobb mellett szeretne, miért, hogy a férjének tetsződjön. Tehát itt meg a párkapcsolatot lebenti meg a sorozat. Tehát ugye a családállítás arra vállalkozik, hogy nézzük meg azt, hogy mi a történet az adott probléma mögött, amivel te küzdesz, és szinte nincs olyan kérdés, amivel ne lehetne a családállítást, mint terápiát igénybe venni. És ugye én itt arra vállalkozom, hogy a sorozaton keresztül megmutassam nektek, hogy miről is szól a családállítás, hogyan működik, és kis titkokat is szeretnék nektek megmutatni, mert ugye én nagyon örültem annak, hogy itt van ez a sorozat, és hogy jó, akkor most nem lesznek kérdései a klienseimnek, de vannak. Vannak kérdések, mert hogy nekem szakértőnek nagyon egyértelmű a sorozat, de nyilván, aki most csöppen ebbe a világba bele, neki nem feltétlen, illetve akik már régebb óta is járnak, én úgy szoktam mondani, hogy ők belenevelődtek a családállításba, ők se feltétlen tudják, hogy mi az a jelzés, vagy mi az, ami jelzésértékű, és hogy mi az, amire érdemes odafigyelni. Na, hát én most ezt a sorozatot erre fogom használni, hogy ne az legyen, hogy ott tapogatóztok a sötétbe, előítéletek, meg mások mit mondtak, az zúg a fejetekben, és lemaradtok egy ilyen zseniális lehetőségről, ami mélyen tud belenyúlni az életetekbe, hogy az életetek jobb irányba forduljon, akár az egészségetek kapcsán, akár párkapcsolat, akár az anyagiak mentén. Nos, amire már a bevezető videóban is kértelek benneteket, és ha nem néztétek meg, akkor nézzétek meg, hogy mindenképpen nézzétek meg először magát az adott részt, és csak utána hallgassátok azt, amiről én beszélek, mert nem szeretném, ha az lenne, hogy Csigebogin leszpoilerezte az egészet, és hogy innentől fogva ez már nem is volt élvezhető. Jó, tehát, hogy mindenképpen nézd meg a filmet előtte, az adott részt, és ami külön fontos, hogy
az első 5 perc lesz a nyitja, a kulcsa és a megoldása az adott fejezetnek, tehát hogy azt külön, tehát ha mosogatás közben akarnád hallgatni, akkor is azt nézd meg azt a részt, hogy az ott konkrétan miről szól. Mert ugye mit látunk itt is ebben a filmben? Azt látjuk, hogy egy kislány az apukájával a Vidámparkban van, megjelenik egy fickó és leszúrja, és meghal az apuka. Ez ugye az indítókép. Innentől fogva pedig elindul a film, hogy van ugye egy rákos beteg, aki sajnos alul marad a rákos rákkal való folytatott küzdelmében, és tulajdonképpen utolsó mentségként vagy lehetőségként tök véletlenül ajánlják neki a családállítást. És ő nem azért megy oda, mert tudja, hogy mi az, hogy családállítás, nem azért megy oda, mert hallott sok mindenkit arról, hogy milyen tapasztalata van a családállítással, hanem egy valakinek a gyógyulás történetét hallotta, és ez ad neki reményt, tehát ő utolsó szalmaszálként tekint a családállításra. Ugye nagyon sokszor így keverednek egyébként be emberek, ugye ebből a szempontból is nagyon szuper a sorozat, mert hogy ő itt ugye az utolsó szalmaszálat képviseli, de a doktornő barátja az abszolút hitetlen, ő oda van rángatva, a harmadikuk, a Leila, ő meg ugye csak, hát hogyha ő elmegy, én támogatom abban, hogy elmenjen, és hogyha ez nem is tűnik olyan veszedelmes dolognak, akkor még lehet, hogy én is ki fogom próbálni, mert kíváncsi vagyok, tehát ő meg sodródik kíváncsiságánál vezérelve. És a legtöbb esetben így keverednek az emberek családállítóhoz, vagy ugye hozzá is így szoktak elkeveredni az emberek. Nos, ugye látjuk az ő életüket, hogy a Szergi, ugye rákos, a gyógyszeres kezelés nem segít, és elmegy családállításra. A családállításnál ugye az első fontos különbség a családállítás, mint terápia és más terápiákhoz képest, hogy csak annyit mond el a Zaman úrnak, hogy rákos is szeretne meggyógyulni a rákból, és a Zaman nem kérdez többet tőle. Ugyanis a családállításban nem kell a kályhától elindulnod, nem kell felsorakoztatnod azt, amit a családodról tudsz, semmit nem kell elmondanod a terapeutának, mert hogy ennek két oka van. Az egyik az, hogy, és ez megint egy fontos különbség a hagyományos terápiák és a családállítás között, hogy tulajdonképpen minél kevesebbet tud a terápia vezetője, annál több olyan információ kerülhet majd a felszínre, ami megsegítheti a megismerés folyamatát. Tehát minél kevesebbet tud a terapeuta, annál kevésbé fog ő ott logikailag gondolkozni, annál kevésbé lesz az, hogy egy történet elindítja őt, és akkor ő mindenképpen valamit ki akarna hozni a történetből. De hát ki lesz az akkor, aki mesél, ugye? Honnan fog kiderülni az egész, hogyha az Zaman úr nem kérdez, hogyha a Szergi nem mondja el, hogy konkrétan mi az ő baja? És ugye azt hisszük, hogy maga az, hogy rákos vagyok, ez azért elegendő, mert tudjuk a rákos betegségnek a lefolyását. Tehát a családállítás nem így működik. Tehát nem olyan típusú logikai rendszert használ, hogy ez a betegségem, akkor annak ez a lefolyása. Hanem a családállítás azt nézi meg, hogy milyen lelki tartalmak vezethettek oda, hogy te betegsz, megbetegedtél, például rákos lettél. És nem csak azt nézi meg, hogy milyen előtörténete lehet a te betegségednek, tehát hogy mi vezethetett oda pszichésen, hogy te megbetegedj, hanem azt is, hogy mi az üzenete az adott betegségnek számodra, úgymond milyen előnyöd, vagy milyen hasznod származhat abból, hogy te beteg vagy, és itt nem kell valami nagyon bántó dologra gondolni, hogy na én most itt sértegetlek azzal, hogy azt mondom, hogy te előnyt veszel ki abból, hogy beteg vagy, nem erről van szó. Hanem ugye, ha arra gondolunk, hogy például ma is volt nálam valaki, és mondta, hogy a apukája és a testvére nagyon eltávolodtak egymástól, mindenféle okok miatt. Viszont amikor a testvére
súlyos beteg lett, akkor megint a két testvér egymásra talált. Vagy például tegnap mondta valaki nekem, hogy egészen addig, amíg az anyukámat ápoltam, egészen addig jól voltam, és amikor az anyukám meggyógyult, akkor megbetegedtem. Tehát, hogy ezeket lehet úgy tekinteni, hogy ugye itt a két testvér egymásra talált, ugye a mai kliensem történetéből, hogy a két testvér egymásra talált azáltal, hogy beteg lett az egyik. A másik addig tudta tartani saját magát, addig egészségesen tudott élni, vagy egészségesebb volt, mert ugye tartotta magát, amíg az anyukája beteg volt, tehát ő kezelte az anyukáját, és addig ő összetudta magát szedni, tehát az energiáit összetudta gyűjteni, viszont utána meg megbetegedett. Tehát, hogy ezek azok a, és az is lehet, hogy azért betegedett meg, hogy tudjon pihenni, hogy végre most már valaki őt is, ővele is foglalkozzon, vagy hogy őt is, ő is megkapja azt a befektetett energiát, vagy befektetett szeretetet, amit ő nyújtott. Tehát, hogy ilyenre kell gondolni, nem pedig bűnösségre, meg megítélni a másikat. Tehát, hogy nem ilyenről van szó. És mindenkinek van egy saját története, és ezt a saját történetet keressük. A sorozat abból a szempontból is nagyon szépen van felépítve, hogy ugye itt ennél a résznél egy saját idő, tehát hogy a szereplőnek a saját életében történt dolgot emel be magyarázatként, hogy miért lehet máj daganata, mert ugye máj daganattal kezdődött a betegsége a nőnek, miért lett daganatos, de egyébként, és ez nem spoiler, hanem csak információ, hogy ugye a későbbi részekben már látni fogjuk azt is, hogy olyan valakiknek a története is előkerülhet, akikről semmit nem tudtunk a családból, tehát nem ismertük. Vagy olyan, akinek a történetével nem vagyunk tisztában, de megmutatja majd magát a történet. Vagy tehát hogy ugye, ami itt fontos, ilyen két nagy különbség, hogy vagy a saját életedből fog előjönni valami válasz, tehát, hogy te veled történt, vagy pedig valakivel a régmúltból történt. Ugye, innen tudunk történeteket hozni. És ezeket ugye megnézzük, hogy hol. És ugye a sorozat tök szépen építi ezt föl, hogy először egy ilyen könnyebb verziót választ, hogy saját életéből honnan lehet ez a trauma. Ugye, tehát már két dolog van, amit tudsz a családállítással kapcsolatban. Az egyik az, hogy nem kell sokat beszélni, tehát nem kell hosszan taglalnod azt, hogy mi a te élettörténeted, hanem csak pár rövid mondatban össze tudod foglalni, az pont elég tud lenni a családállításhoz. És a másik, ami fontos volt, amit megemlítettem, az, hogy a Zaman úr, ő neki nincs szüksége arra, hogy tehát a terapeutának nincs szüksége arra, hogy irdatlan sok mennyiségű információt mondja el neki, hanem csak, hogy, és nem is ő irányítja tulajdonképpen magát az egész folyamatot, hanem ott bontakozik majd ki a családállítás alatt az a történet, ami a te elakadásod, vagy a te adott problémád mögött lehet. És ugye itt jön be az a kérdés, hogy de hogyan is derül fény magára a történetre? Ugye mit láttunk a sorozatban? Azt látjuk, hogy amikor megérkeznek a családállító térbe, ugye ez egy szobaszerűség, ez egy nyitott tér, és ott vannak emberek, akik egyébként nem ismerik egymást, körben ülnek. Nem ismerik egymást, nem kell ismerniük egymást, nem kell tudnod, hogy ki az, akinek te majd segíteni fogsz, és nem kell tudnod, hogy ki az, aki neked segít. Csak annyit kell tudni, hogy neked mi a problémád, amivel te odaérkeztél. És utána lesz valaki, aki téged képvisel. Na már most a legizgalmasabb kérdésre, hogy hogyan működik a családállítás? Honnan tudják az emberek, hogy mit kell mondaniuk? És honnan fogod te azt tudni, hogyha téged kérnek föl egy szerepre, hogy mit mondj, mit érez, mit csinálj? Ez a legizgalmasabb kérdés, hogy ez hogyan is működik a családállításban, de a legegyszerűbb választ tudom rá adni nektek, ami lehet, hogy egy kicsit elégtelennek fogod érezni, és még föl is fog zaklatni, de a legegyszerűbb válasz az, hogy nem tudjuk.
Nem csak, hogy én nem tudom, hanem nem egyértelmű, nincs rá egyértelmű tudásunk, sejtéseink vannak, de egyértelmű tudásunk, magyarázatunk nincs arról, hogy hogyan vagyunk képesek arra, hogy átvegyünk érzeteket, átvegyünk történeteket olyantól, akit soha a büdös életben előtte nem láttam. Elméletileg nekem ilyen tapasztalatom nem volt, és mégis képes vagyok olyan fizikai érzeteket átvenni a másiktól, amit ő érezhet, és valahogy a történetébe bele tudunk csöppenni, miközben mi nem is ismerjük az ő történetét. Tehát ezt megkérdezzétek tőlem, hogy hogy működik, majd biztos készítek egy olyan videót, ami a magyarázatokról szól, hogy hogyan magyarázzák ezt különböző szinteken, de ezt most nem szeretném ebben a videóban fejtegetni. Mert hogy nézzük azt, hogy tegyük fel azt, hogy ezt elfogadjuk, oké, hogy ez így működik, mert akkor innen menjünk tovább, hogy mi zajlik itt a családállítás alatt a filmben. Ugye azt látjuk, hogy valaki képviseli a Szergit, aki rákos. Szergi csak ennyit mond, hogy rákos vagyok, és szeretnék meggyógyulni. Ő választja ki azt, aki őt képviseli. Itt megint fontos azt megjegyeznem, hogy nem minden családállítónál ugyanez a technika zajlik. Különböző alfajok vannak, majd szerintem erről is fogok videót készíteni, hogy milyen típusú családállítások vannak. Itt ebben a sorozatban választ egy képviselőt magának a Szergi, és ugye azt kérdezi tőle a Zaman úr, hogy hogy érzed magad, te, aki képviseled a Szergit. És csak fizikai érzeteket, tehát testi érzeteket, hogy mit érez. És akkor ugye a nő, aki képviseli a Szergit, a hasához kap, és lerogy a földre. Emlékeztek, hogy mit mondtam, hogy mi a nyitókép, mi a nyitó jelenet? Egy kislány az apukájával a Vidámparkban van, megjelenik valaki, aki hason szúrja az apukát. És az apa meghal. És mit tudunk? Hogy a Szergi májrákkal küzd. Májrák volt az első, ahol megjelent neki a máj, ahol megjelent neki a rák. Tehát itt már sejteti azt a film, hogy az, hogy megtámadták az apukájának a hasi oldalát késsel, ehhez valahogy a Szergi hozzákapcsolódott fizikai oldalról, és neki a máját, tehát hogy tulajdonképpen ugye a máj az is a, tehát előről megtámadható, tehát olyan egy kicsit, mint hogyha már az, hogy a mája betegedett meg, az valahogy ezzel a hasba szúrással összefügghet. Ugye, hogyha azt nézzük meg, behozhatjuk ide a kínai medicinát is, hogy a düh, a harag, ezek az érzetek a májhoz, az epéhez kapcsolódnak, akkor ugye itt el is mondja azt a Szergi, hogy ő milyen, hogy ő azért lett ügyvéd, hogy ő ezeket a gazembereket börtönbe juttassa, és hogy aki bűnöző, az oda kerüljön, ahova való, de hogy ez felőrölte ez a harc őt. Tehát ugye ez hány meg hány megküzdési stratégiát igényel őtől le, és hányszor meg hányszor idéztethette föl ezt a történetet vele, az, ami munkát ő választott, az, ahogy ő küzdött ezekkel az emberekkel, és hányszor lehetett az, hogy alul maradt a küzdésben. Mert ugye nem mindenki kerül börtönbe, aki bűnös, és sokszor van az, hogy olyat kell védenünk, aki valamilyen bűnt követett el. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. A másik, ami érdekes, hogy azt kérdezi utána a Zaman úr a Szergitől, úgyhogy a Zaman úr semmit nem tudott a Szergiről, hogy Szergi, mi történt veled kislánykorodba, kisgyerekkorodba? Ugye a Szergit képviselő személy lerogyott a földre, és ugye nézett lefelé a földre, és lerogyott a földre. Innen tudja már azt a Zaman úr, hogy lefelé néz a földre, tehát nagy valószínűséggel halotthoz kapcsolódik, hiszen hogyha élőhöz kapcsolódnánk, akkor a tekintetünk előre vezet. Tehát valami van a földön, amit néz a képviselő, és le is rogy hozzá. Tehát ugye
összezsugorodik, tehát olyan egy kicsit, mintha a mérete zsugorodna, tehát hogy kisebb korában kellett történnie valami traumatizációnak, és ekkor meséli el azt a Szergi, hogy az ő apukája, ő apukáját leszúrták uzsorások. Na már most még mit látunk itt a filmben? Azt, hogy behívja Szergi anyukáját is, tehát a Szergi anyukája is megjelenik egy képviselet által. Tehát az anyukája nem is tud róla, hogy itt állítás történik. De hogy nézzük meg, hogy az anyukája hogyan dolgozta fel ezt a traumát. És azt látjuk, hogy az anyuka a saját lányába kapaszkodik. És rá is szól a Zaman úr, hogy menj oda a férfihez, és érintsd meg a férfit. De az anya nem akar oda menni. És azt mondja az Zaman úr, hogy de te tudd, hogy hova tartozol. Lehet, hogy te jól vagy egyébként, mint anya, de a lányod nincs jól, és te ahhoz az emberhez tartozol, aki ott fekszik a földön. Miért eszméletlenül fontos ez, halljátok? És imádom, mert a családállításban ezek annyira szépen megmutatkoznak. Szóval miért fontos ez? Azért, mert ott van a Szergibe belekapaszkodik az anyukája. Emlékeztek, hogy mi a fő problémája a Szergének azon kívül, hogy ő rákos, hogy nincs párkapcsolata, és orgazmus szeretne. Párkapcsolat nélkül nincs orgazmus. Na már most itt mit láttunk ebben a képben, és a Szergi ki is mondja, hogy itt jövök rá arra, hogy én anyám támasza akartam lenni egész életemben. Na most figyeljetek, ha ő az anyukájának a támasza, ki helyett vált ő anyukája támaszává? Az apukája helyett. Tehát a Szergi ott kicsi gyerekként belép az apukájának a helyére, hogy támasza tudjon lenni az anyukájának. Na már most ez azt jelenti energetikai szinten, hogy akkor a párkapcsolati szintet azt lefoglalja valaki. Tehát lefoglalja az anyukája Szergijnek a párkapcsolati oldalát, a férfi oldalt. Ráadásul figyeljetek, még egy másik csavar a sztoriban, hogy Szergi az kislány. És a kislány az apukájának a helyére lép föl, tehát férfi energetikai rendszerbe kell neki helytállnia, tehát ne csodálkozunk azon, hogy nincsen működő párkapcsolata, ne csodálkozunk azon, hogy nincsen gyereke, és nincsen orgazmusa. Mert ő az anyukájával él, úgymond párkapcsolatban, hiába élnek külön városban, az anyukájával van energetikailag párkapcsolati viszonyban, és férfiúi minőséget vesz fel, és hát a férfiak azok nem szülnek gyerekeket. Tehát itt ez egy nagyon fontos kérdés, amit fölismertet az energetikai tér, ez a mező, ez a családállítási tér, hogy ő nincs a helyén. Ő egy generációval feljebb lépett, ráadásul férfi szerepbe. Mi még a másik nagyon fontos, amit elmond Szergi, hogy azt hittem, hogy én vagyok az, aki az apám halálát okozta. Na már most itt ugye létrejön két dolog. Az egyik az, hogy ha ő azt hiszi, hogy ő az oka az apukája halálának, tehát ugye ő túlélte az apukáját, és ő az oka, ezért lehet egy tudatalatti önbüntetés, hogy ő innentől fogva nem lehet úgy sikeres az életben, és hogyha az ő szemszögéből a párkapcsolati minőséget nézzük sikeresnek, akkor ő nem lehet sikeres párkapcsolatban, hiszen elkövetett egy ilyen bűnt, hogy az apukája ő miatta halt meg, legalábbis ő így értelmezte. Nem a valóság a lényeg, halljátok. Ezt nagyon sokszor elmondom, nem az a lényeg, hogy mi volt ott. Az igazság, senkit nem érdekel ebben a sztoriban. A lényeg az, hogy a te fejedben mi zajlik, hogy mi van kép a te fejedben erről az eseményről, és a te fejedben az van, hogy te voltál az oka, akkor ennek megfelelően fogod magadat büntetni. Illetve azzal, hogy ezt kimondja, hogy én voltam az oka annak, ami történt az apámmal, itt ez azért is fontos, mert sokszor szeretnénk helyet cserélni a halottal. Hogy mi okoztuk ezt a problémát, inkább én halljak meg, mint te. Hiszen én okoztam ezt a problémát. Annyira szeretlek, élj te tovább, mint én.
Mennyi galibát okozott az, hogy apa meghalt, anya sokkal szomorúbb volt, stb. Inkább én vesztem volna oda, hogy talán akkor vissza lehetne csinálni mindent. És ez szokott a leggyakrabban a háttérben lenni, hogy megpróbálunk a halott után menni, megpróbálunk helyet cserélni vele, büntetjük magunkat tudat alatt, és ezt ismételgetjük, ezt a traumatizációt, és majd a traumának a logikájáról is fogok majd videót készíteni, hogy jobban megértsétek, hogy hogyan működtett a trauma bennünket, és mi hogyan tartjuk fent a traumáinkat, és hogy miért is nehéz egyébként rálátnunk, önállóan megtalálnunk azokat a horgonypontokat, amikhez le vagyunk kötve. Szóval a Szergény maga is felismer rendkívül sok mindent a családállításból, amivel ő összesen kötötte magát a betegséget, de itt a Zaman úr ide vezeti vissza. És ugye a kérdés az, hogy tovább tud-e lépni, előrébb tud-e lépni az életben a Szergély, és azt mondja Zaman úr, hogy vagy azt mondja az őt képviselő, hogy nem, hogy még csak félig van kész a dolog. Majd sokkal, sokkal később fog kiderülni az, hogy miért is csak félig volt kész ez az állítás, de már rálátást kapott arra a Szergély, hogy a betegségéhez hozzájárult ez a gyerekkori történet, hogy ahogy ő átélte és megélte ezt a traumát, hogy az apukáját leszúrták. Remélem, hogy közelebb kerültetek egy picit a videó segítségével a családállítás mikéntjéhez, és fogok még azokról is beszélni, hogy miért mondja azt az Zaman, hogy nem szabad beszélni egy hónapig róla, akkor, hogy egyáltalán hogyan történik az oldás, honnan lehet tudni, hogy sikeres volt egy családállítás, ezekről is fogok videót készíteni, de most az első rész kapcsán azt hiszem ezek voltak a legfontosabb dolgok, amik az első rész kapcsán feljöhettek, és kérdésként megfordulhattak a fejetekben. Ha bármi egyéb kérdés van, akkor azt meg légy szíves írjátok le, mert biztos, hogy tök jó anyaga lesz a következő videóknak. Na, jövök akkor majd a második rész elemzésével is.